Az egyik szlovákiai üzletlánc országszerte 10 gyermekjátszótér építését tervezi az idén, olyan városokban, ahol van áruháza. Dunaszerdahely is ezek közé tartozik, így a lakosok összefogásán múlik, hogy városunk az első 10 között végezzen. A 10 helyszínt internetes szavazással választják ki. Szavazni február 29-ig lehet a képernyőn látható honlapon, ahol a verseny feltételei is olvashatók. A szavazók között 20 elektromos játékautót sorsolnak ki. A program még a tavasszal elkezdődhet, amikor a győztes városok kijelölik a 20-16 méteres játszótér helyét. A Városi Művelődési Központ 14. alkalommal szervezte meg a vasárnap délutáni hangulatos farsangi játszóházat színes programmal. Több száz óvodás és iskolás gyermek szüleik kíséretében arcfestéssel foglalkozott, vidám bohóc figurákat, farsangi maszkokat készítettek és gipsz állarcokat pingáltak ki. A kulturális műsorban az SNF téri, valamint az Október utcai óvodások farsangi leánykérést és farsangi mulatságot adtak elő. A farsangi jelmezben érkezőknek a Kultúrház apró ajándékkal kedveskedett. Az előcsarnokban táncolni is lehetett. Több csallóközi településen is őrzik a dőrejárás hagyományát. Nagybudafán a Vég József vezette Dőrék baráti társulás szervezte meg a harmadik tavaszváró dőrejárást. Megmozdult az egész falu, amikor a tarka, maszkos alakos lakodalmas menet élén a jegyespárral és a bőféllyel végigjárta a házakat, hogy begyűjtse a lakomára való ételt és italt meg az apró pénzt. A dőrejárás késő délután ért véget, amikor megtartották a jelképes lagzit és elfogyasztották az adományokat. Befejezésül naptüzet raktak és elégették a telet jelképező szalmabábut, várva a tavasz eljövetelét.